nyílt napjaink, szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket, betekintést nyerhetnek az iskolánkon folyó oktató-nevelő munkába. Igazi magyar minőséget, keresztény értéket kínálunk. Mert a te jó atyád, amennyből én is magyar iskolába jártam. Ezek a tanárok, akik most vannak, engem is tanítottak. Mi magyarok vagyunk, nekünk a magyarság fontos, és úgy gondolom, hogy a gyerekeimet is ide fogom iratni. Látom, hogy valami nagyon szépet építettél. Virágos étet, és már nagyon szeretnénk iskolába járni. Elsős leszel te már, jövőre? Igen. Táskát megvette már a nyuci? Még nem. Mikor fogja megvenni? Majd már fogok iskolába venni. Marika néni, mind játszó? Szonkolán. Hova jársz óvodába? Szepsibe. Iskolába is Szepsibe készülsz? Igen. A Sárkaház iskolába. Igazából ismerős, aki ajánlották magát az intézményt. Meg hát a nagylányunk, ő már itt volt óvodás. Úgyhogy adta magát, hogy az iskolát is itt folytassa. Mi tetszett a legjobban a mai napon neked? Legó. És gondolod, hogy az iskolában majd fogtok legózni? Gondolom, hogy igen. Otthon is van legó? Nincs már. Iskolatáska meg van véve? Tényleg meg van az iskolatáska? Igen. Milyen színű? Piros. Hány éves vagy? 5 éves vagyok, és már nagyon várom az iskola. Tózt várj, vonjátsz össze a morenást, ocsészba. Készülni készülünk, elvileg nagyon várja, hát majd reméljük, hogy nem lesz probléma, és szeretni fogja az iskolát. Emácska, mi készül itt? Kincses láda. És miért pont kincses ládát csináltok? Azért, mert kincseket gyűjtöttünk. Mindenki elveszötted belőle? Számoljátok le! Márk, mondd el, mit gyűjtöttél ma? Paticát, csillagot. Igen. Virágot, meg élmény. 1, 2, 3. Mit kaptatok? Mondd el nekem, légy szíves. Ilyen ezüstkövet. Ezüstkövet, és előtte Éva nénitől mit kaptál még? Ilyen katica bogarat.